Köszöntöm a kedves nézőket! 2018-ban megszokhatták már így az év elején, hogy nagyon sok szervezet visszatekint az előző évet, próbálják értékelni. Mi is a mai műsorban erre kértük meg Szombathely megyeújogú város polgármesterét, dr. Puskás Tivadart, értékelje a 2017-es esztendőt, milyen munkát végzett a testület, a városvezetés. Köszöntöm nagy szeretettel polgármester urat a stúdióban. Üdvözlöm a nézőket. Akkor beszéljünk. Így van, arra kérem polgármester urat, hogy előadásszerűen emeljen ki néhány olyan területet, amelyre úgy gondolja, hogy az előző évben különösebben szép eredményeket értünk el, és ha vannak olyan területek, amelyekről még szeretne beszélni, én például kíváncsi lennék a testület munkájára is többek között, a gazdaságfejlesztésre, de ezt polgármester úrra bízzuk. Minden esetre köszönjük, hogy eljött, és ezt az összefoglalót elkészítette nekünk és a kedves nézőknek. Köszönöm szépen a lehetőséget. Szombathely, próbáljuk meg akkor ilyen előadásszerűen csinálni ezt a dolgot. Szombathelyt 2018. január 1-én 0 óra 1 perckor üdvözölhettem, mint ez 8. éve történt, nagy megtiszteltetése számomra. 2017 a továbbfejlődés éve volt, 2018 pedig a folytatás esztendeje. Ez hangzott el ott a főtéren is, szerintem így kell ebben az évben is nekünk tevékenykedni. Arra gondoltunk, hogy a vázlatát akkor elkészítettük ennek a mostani beszélgetésünknek. Az itt lévő témákkal foglalkozunk, a közbiztonsággal, a képviselőtestület tevékenységével, és tetszenek látni az ábrán a felsorolást. Nézzük az elsőt, a közbiztonságot. Az első legfontosabb megállapítás, hogy Szombathely 2017-ben is biztonságos város volt, békés biztonságos város. Hogyha az adatok tükrében szeretnénk ezt bizonyítani, akkor 2010 és 2016-17 között a bűncselekmények számában majd hogy nem felére, vagy több mint felére csökkent a bűncselekmények száma, és az alatta lévő megállapítás is nagyon fontos, hogy az ismerté vált tehát az eredményessége a felderítésnek, a bűncselekmények felderítésének Szombathelyen igencsak jó, hiszen az országban a harmadik legjobb helyen vagyunk. Mivel tud hozzájárulni ehhez az önkormányzat? Nyilvánvalóan a rendőrség, illetve a rendvédelmi szervek feladata a biztonság, a rendnek a biztosítása. Persze a legfontosabb az, hogy az állampolgárok olyanok, akik törvénytisztelőek, de ha véletlenül elfeledkeznek a törvényekről, el szoktam mondani, hát akkor a mi rendvédelmi szerveink azok figyelmeztetnek erre. Mit tudunk mi, mint önkormányzat tenni a biztonság érdekében? Hát a közterület felügyelet rendszerében működő térfigyelő kamerák bővítésével tudtuk ezt 2017-ben is erősíteni. Összesen tetszenek látni, 72 térfigyelő kameránk van 2017-ben, 6-tal bővült a kamerák száma. A következő képviselőtestület tevékenysége. Szerkesztő úr kérdezte, kérem szépen. Nem véletlenül kérdezte. Sok-sok számot lehet látni. Én kiemelném azt, hogy 15 ülést tartottunk. Ez alatt összesen 92 órát üléseztünk, az 3 nap és 20 óra, úgy egyfolytában, ha nézzük, 398 határozatot és 28 rendeletet hoztunk. Itt van a bizottsági üléseknek a száma, mehetünk tovább. A következő a gazdaságfejlesztés. A gazdaságfejlesztésnél egy-két ilyen nagy adatot hadd mondjak, hogyha 2010-et vesszük bázis évnek, akkor 2010-hez képest a mi
iparüzési adónk 93%-kal nőtt, hogyha nominálisan mondjuk, akkor ugye 2010-ben 4,3 milliárd forint volt, az idei esztendőben 8,3 milliárd. Tehát ez azt jelenti az iparüzési adó növekedése, hogy nyilván a GDP-je nőtt a városnak. Még egy ilyen általános adat, a munkanélküliség 2% körül van. A munkanélküliség praktikusan ez teljes foglalkoztatást jelent. Hát szombathelyen tudjuk mindannyian, meg itt ebben a régióban, meg lassan már Magyarországon is a munkaerő hiánya a fő gond. Mit tud az önkormányzat tenni? Közvetlenül nyilvánvalóan segíteni tudjuk a nagyvállalatokat, meg segíteni igyekszünk a kisvállalkozásokat, mikrovállalkozásokat. Itt tetszenek látni a rendezési terv módosítással, a buszjárat menetrendjének igazításával, illetve hát most új ingyenes honlapoknak a készítésével segítünk a mikrovállalkozásoknak. A következő ábrán azt látjuk, hogy a városfejlesztés lépései, a városfejlesztés forrásai mik voltak 2017-ben, illetve hát nagyjából a ciklusban mik a források. 2017-hez írtuk az állami forrást, ez a Haladás sportkomplexum, azért az építés meg a beruházást emlékeznek rá, azért régen elkezdődött, az idei esztendőben fejeződött be, de hát ezt a forrást azért megjelöljük, mint állami forrás, a terület és település fejlesztési program, a TOP 17,23 milliárd forintnyi forrása a városfejlesztés következő nagy forráshelye. A Modern Városok program, itt a 7,7 milliárd forint körüli érték az a 2017-es beruházásokat, illetve a 2017-es támogatási szerződéseket jelenti, mert nincsen benne ilyen mondjuk, mint az útépítések 87-esnek az építése, nyilvánvalóan ez más forrásból, az nincsen benne a dozmati víztározó, aminek építése elkezdődött, illetve hát a beruházás elkezdődött, úgyhogy ennek a forrása sincs benne. A negyedik forrásként tetszenek látni az önkormányzat saját forrásait. Hát ez is majd, hogy nem 1 milliárd forint volt ebben az esztendőben. Hogyha tovább megyünk, akkor nézzünk 2017-ben, vagy nézzünk bele, hogy 2017-ben milyen beruházások készültek el. Tetszenek látni a Szent Márton terv első ütemének elemei közül. Igen sok elkészült, kezdve a Szavária Múzeum, Berzsenyi tér, Szent Márton tér, Schmidt Múzeum, azt még nem adtuk át, de már befejezés előtti állapotban van, meg a Romkert átjáró. Ez összességében 2,5 milliárdnyi investíciót jelent. Új utak, járdák, parkolók épültek, parkoló összesen 221 darab, sőt mi több, az óvoda felújításra is jutott pénz saját forrásból, a lakások, illetve a óvoda felújításra 50-50 millió forintot szántunk. A 2017-ben jelentős támogatási szerződéseket írtunk alá, ezek beruházásokat jelentenek, beruházások, amik részben elkezdődtek, részben megvan különböző fázisaira a pénz, és a támogatási szerződések aláírása az azt jelenti, hogy a beruházás valamerre elindult. Tetszenek látni itt egy felsorolást, összességében 26 területi operatív programhoz tartozó és 4 modern városok programhoz tartozó
projekt, vagy hát beruházási indításáról, illetve támogatási szerződéséről van szó, tetszenek látni itt a számokat, az 1,6 milliárd forinttól a fél milliárd forintig, a turista, a víztorony fél milliárd forintja, a különböző összegek vannak. Szerintem büszkék lehetünk rá, úgyhogy villámgyorsan fel is olvasom, bár nyilván a nézők olvasták, a vásárcsarnok felújítása, a képtár felújítása, az előbb említett víztorony, a romkert védőépülete, ami 1,2 milliárd forintnyi összegbe kerül, majd a városi kerékpárút fejlesztés, ez nagyon lényeges, több mint 1 milliárd forint, és közel 1 milliárd forint a közutaknak a felújítására. Az óvodáknak is elkezdődött 2017-ben a felújítása, és ez is jelentős investíciót jelent. Nézzük meg az egészségügyet. Az egészségügynek az alapellátás része, amit mi, mint önkormányzat kötelességszerűen ellátunk, és hát minél jobban igyekszünk ellátni. Tetszenek látni felsorolást Fogarasi úti, Szürcsap úti rendelőnek a modernizálására költöttünk több mint 3 millió, több mint 3,5 millió forintot. Új betegirányító rendszer épült ki először a Váci utcai rendelőben, aztán a Szent Márton utcai rendelőben is. Úgy látszik, hogy a betegek is, meg hát az orvosok, illetve az egészségügyi személyzet is szereti ezt a szervezési formát. Javít a gyorsaságon, hatékonyságon, meg a kényelmen. Különböző szűréseket indítottunk, ez a lisztérzékeny szűrés, 410 gyerek szűrése történt meg 2017-ben, térítésmentes bárányhimlő varicella oltás az 1-2 év közötti gyerekeknek. Elkészült egy program, ami egy egészségfejlesztési program, 5000 résztvevő az óvodától a középiskolás korig tart, tehát ez egy igen széles program. A Segítés Városa program folytatódott 2017-ben is. Összességében több mint 2000 ember kapott új oktatottként oktatást az újraélesztésre, egyébként a továbbképzések is zajlanak, és nem titkolt szándék 2018-ra, hogy a stroke programmal igyekszünk a Segítésvárosa programot kibővíteni, és ez ennek megint óriási nagy népegészségügyi jelentősége lehet. Arról beszéltünk, hogy az alapellátása az önkormányzat feladata, de természetesen a kórházi ellátást is segítjük, stratégiai célokra megállapodtunk a kórház vezetésével, hogy 50 millió forintot adunk. Ez megtörtént 2017-ben, és ezt persze fokozni fogjuk 2018-ban. Következő a szociális rendszer. Tetszenek látni, hogy olyan 1,6 milliárd forintot költöttünk a hajléktalan ellátásra, az idős ellátásra, a gyerek ellátásra, illetve a rászorulóknak a segélyezésére. Én úgy gondolom, hogy Szombathelyen egy olyan szociális rendszer alakult ki, ami példaértékű. Szombathelyen ezt a nagyjából örökölt, aztán csak továbbfejlesztett szociális rendszert kívánjuk továbbvinni. Néhány új elemet is láthatunk 2017-ben. Ez a Kariatida ösztöndíj, amely rendkívüli élethelyzetbe került fiatalokon segít, és elindítottunk a tavalyi évben, de hát alapjában véve ez az idei évben fog realizálódni, egy Szent Márton esélyegyenlőségi támogatási programot, amely
gyakorlatilag a kisiskolás kortól a tanulmányok befejezéséig gondoz, segít néhány arra érdemes hátrányos helyzetben lévő embernek. Úgyhogy ez ennek nagy jelentőséget tulajdonítunk, és reméljük, hogy nagyon jól működik. A végére írtuk az aktív időskor programot, nagyon lényeges és nagyon jó, hát most már több esztendeje működik, összességében már vagy 20 000 résztvevője volt a programoknak, de hát a tavalyi esztendőben 6700-an vettek részt ezen. Ez különböző látogatásokat jelent, mozi, színház látogatást, kirándulást, budapesti kirándulást, pannonhalmi kirándulást, tehát egy igen csak széles skálájú programsorozat, amit az önkormányzat finanszíroz, és nagy sikere van. Mehetünk tovább. Következőben beszéljünk az oktatásról. Azt hiszem, hogy a 3,3 milliárd forint, amit összességében 2017-ben az oktatásra költött Szombathely megyei jogú város, az igencsak tiszteletet érdemel. Lehet látni néhány pénzbéli felsorolást, illetve hát néhány egyéb felsorolást. Az első helyen van az, ami a közoktatásunkban, a felsőoktatásunkban egy óriási nagy fejlődést jelentett, óriási nagy változást jelentett. 2017. februárjától a Szavária Egyetemi Központ az ELTE-hez, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemhez tartozik, Magyarország egyik legnagyobb egyeteméhez. Magyarul Szombathelyen beiratkozik a gyerek, aztán ELTE-s diplomát kap. Ez lesz a végén a mostan beiratkozottak már ELTE-s diplomát fognak kapni. Tehát ez úgy gondolom, hogy a felsőoktatásunknak a rangját emelte. Természetesen a műszaki képzés, amit néhány esztendeje elindítottunk 3 éve, az megy tovább, és hát az első végzősök az idei évben lesznek. Az önkormányzat a városi iskolák iránti felelősséget, bár nem kötelezettsége, de most is vállalja. Például a Neumann iskolának közel 300 millió forintnyi értékű energetikai felújítása kezdődött néhány hónapja, és hát remélem, hogy hamarosan be is fejeződik. Az óvodák bölcsödék felújítása is folyamatban van. Említettem már, hogy megkezdődött, majd 1 milliárd forintot költünk erre is. Az óvi sportpályákról hadd mondjak valamit. 2017-ben 3 ilyen pályát adtunk át, összességében ma Szombathelyen 12 helyen van óvi foci vagy óvi sportpálya. Nagyon lényeges, hogy a gyerekeknek a mozgás igényt már egészen kiskorba, óvodás korba megtanítsuk, és ezek az óvi sportpályák erre alkalmasak. Mindenki nagy örömmel vesz részt ebben a fejlesztésben, és hát 2017-nek ez is az egyik nagy eredménye volt, hogy 12-re bővült ezeknek a sportpályáknak a száma. Elkészült az új ifjúsági koncepció, és ezen ifjúsági koncepcióra építve lehet a következő fejlesztéseket tenni a későbbiekben. A következő lépés, a következő terület a kultúra, amiről gyorsan beszámolhatunk. Hát sikeres városi nagy rendezvényeink vannak. Van egy felsorolás, hadd ne olvassam fel, ezeket tetszenek látni, de az azért mindenképpen szükségeltetik elmondani, hogy mondjuk az 51. Szavária táncverseny volt, meg a
33. Bartók Fesztivál, meg a 32. Szilveszter Kupa, meg a 19. Joskarola napok, meg a 18. Szavária történet. Az újkori, mert korábban nyilván voltak. Karnevál, meg Lamantin Fesztivál. Tehát hagyományosan jó szép nagy szám. Rendezvényeink vannak, és természetesen ez azt jelenti, hogy Szombathely adott esetben a kultúrának a fellegvára. És itt tetszenek látni mondjuk a hetedik ízahumi játékokat. Ez aztán teljesen az új ízahumi játékokat jelenti, hiszen emlékszem rá kisgyerekkoromban már voltam ízahumi játékokon. De aztán megszakadt a sorozat, hébe-hóba voltak előadások, és hát 2011-ben indítottuk újra, és azóta aztán minden esztendőben megtartottuk az ízahumi játékokat. A Vörös Sándor Színház társulata 10 éve alakult meg. A kulturális intézmények közül a képtárat megújítjuk majd, a Szavária Múzeum meg megújult. A Szavária Múzeum, a Deák kerttel, a Szavária Múzeum előtti kerttel együtt megújult. Meg, ugyanígy megújult az adventi vásár is, emlékeznek rá, nem régen történt. Szerintem a vidéki városok közül az egyik legszebb volt, mondjuk elfoglult vagyok. A többi Szombathelyivel együtt, de az egyik legszebb adventi vásárt sikerült megrendeznünk. És hát nagyon fontos dolog, elkészült a Szombathely Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat, amelyet beadtunk, és azt várjuk, és azt szeretnénk elérni, hogy ezzel a Európa Kulturális Fővárosába válhassunk 2023-ban. Hát ezt majd meglátjuk az idei esztendő végén, illetve a következő esztendőben, amikor a döntés megszületik. Bízunk abban, hogy jelentős lesz Szombathely szerepe. A sportról akkor beszéljünk valamit. Én itt elsősorban a sporti infrastruktúráról beszélek. Elkészült az új sportkoncepció, ez nagyon fontos, de a Haladás sportkomplexum átadásával Szombathely újkori beruházásai közül talán a legnagyobb készült el egy 21. századi igényeknek megfelelő létesítmény jött létre, és azt kell, hogy mondjam, hogy a szombathelyi sportolók, a szombathelyi közönség és Szombathely városa megérdemli ezt a szép létesítményt, hiszen oly sok sportolót adtunk a hazának, oly sok kitűnő sportolót adtunk a hazának, hogy már csak ezért is rászolgáltunk erre. Az úszoda bővítésről hadd beszéljek. Itt 2,2 milliárd forint szerepel, ez körülbelül a tavalyi esztendő, tehát 2017-es investíció. Több lépésben folyik az úszodának a felújítása, ugye egyszer volt az 50 méteres medencének, a fedett úszodának a műszaki modernizációja. Ez nem egy látványos dolog, pedig ez igencsak sokba kerül, és igencsak szükséges. Jóval látványosabb volt egyébként az új sportmedencének, az új bővítménynek az elkészítése, és ennek átadása is megtörtént, sőt, mi több, birtokba vették a sportolók. Így nyilvánvalóan a fedett úszoda másik medencéje, ott sokkal inkább a nagy közönség rendelkezésére állhat. Tehát ezzel, hogy a sportmedence elkészült, ezzel a sportolók nyertek. De hogy nyert
az egész Szombathely, meg mindenki, aki úszni kíván Szombathelyen, hiszen az 50 méteres medencében jóval kevesebb a foglalt, úgymond foglalt idő. Még egy dolgot itt meg kell említeni, azt, hogy az avus, az aligátorok fölkerültek az Óbi-hegybe, és ez egy óriási nagy eredmény. Ez nem infrastruktúra, de ez infrastruktúra kell hozzá. Így van. Szóval ez nagyon fontos. Szabadtéri B33-as kosárpálya készült, ez látszólag úgy olyan kicsi dolognak látszik, de mindenképpen az, hogy az ifjúságot a megfelelő irányba, mozgás irányba orientáljuk, fontos ehhez. Szabadtéri fitness park a Stromfeld lakótelepen, ez sem egy olyan észreszerűen nagy beruházás, de fontos. Fontos, mert mindenki igénybe veti, fontos, mert a mozgást, a mozgás kultúrát, az életmódot befolyásolja, és minden szombathelyi életmódját befolyásolja. Az lenne a jó, hogyha minél több ilyen kis fitness parkokat, vagy kis játszó tereket, kis mozgásra alkalmazó helyeket sikerülne csinálni a városba. Nagy sikere van egyébként a csónakázótó melletti fitness parknak is, hát reméljük ennek is így lesz. A végére hagytam, pedig nagyon fontos dolog ez is, letettük a jégcsarnok alapkövét. A jégcsarnok az a meglévő korcsolyapálya, szabadtéri korcsolyapálya melletti területen épül föl, és ugye a nyílt pálya, a korcsolya pálya, hát az olyan szezonális tólig szokott működni, ez pedig azt jelenti, hogy 10-11 hónapon keresztül a jégsportoknak a művelői, azok élvezhetik a jeget, élvezhetik azt a lehetőséget, hogy fedett körülmények között gyakorolhatják a jégsportokat, illetve hát a közönség is igénybe veszi. Erre is rászolgáltunk, hiszen biztosan tudják, hogy jelenleg reméljük, hogy az idei olimpia után már nem így lesz, de jelenleg a legeredményesebb olimpiai résztvételt a szombathelyi nagy testvérpár tudhatja magának egy olimpiai harmadik helyezéssel. Egyébként a nagy testvérpár volt az, aki például a halálforgást ismerik a műkorcsolya ezen elemét, azt például föltalálták. Úgyhogy nagyjából ezek a sportberuházások a 2017-es esztendőbe. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, igazgató úr, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettem Szombathelyről. Szívesen beszéltem volna kétszer ennyi időt, de én gondolom, hogy a nézők ebben ezzel a kis rövid összefoglalóval talán áttekintést kaphattak és kaptak 2017-ről, 2017 szombathelyi történéseiről. Polgármester úr, köszönöm szépen. Azt gondolom, talán azt kellene mondom, hogy a számok azok nagyon makacs dolgok, teljesen magukért beszélnek, tehát egy teljesítményt akkor tudjuk igazándiból értékelni, vagy úgy tudjuk igazán értékelni, hogyha mellette számok vannak, és tudom, hogy polgármester úr is nagyon szereti ezeket a statisztikai dolgokat, és azt tudom, és elég gyakran tapasztalom, hogy ezekre a számokra, ezekre az adatokra, a régmúltból is, évszámokra, meg bármi másra azonnal reagál, és azonnal javít, hogyha valaki rosszul mond bármit is. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt a frappáns összefoglalót. Én nem értékelhetem, de ha tehetném, akkor azt mondanám, hogy most jelest adok erre a beszámolóra, polgármester úrnak, de ez csak a magam részéről tehetem. Minden esetre azt gondolom, hogy a kedves nézők soha nem láttak még ilyen jellegű összefoglalót, amihez megint csak szívből gratulálok.
polgármesterünknek, és kívánom azt, hogy a következő esztendő végén is hasonló szép eredményekről tudjunk itt beszámolni. Számszerűleg is, meg még a saját érzelmi gondolatait hozzátérve, és ehhez kívánok önnek is, és a testület valamennyi tagjának nagyon jó eredményt és nagyon jó munkát 2018-ra. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy ilyen tanárosra sikerült ez az összeállítás, de úgy gondoltam, hogy ha megfelelő rendbe szedjük a mondandónkat, akkor talán rövidebbek leszünk, talán velősebb lesz az elmondandó. Úgyhogy én köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhettem, és hát mindenkinek köszönöm a 2017-es munkáját, hiszen a szombathelyieknek a teljesítménye szorgalma nélkül ezeket az eredményeket nem lehetett volna elérni, és azt kérem és várom, hogy 2018-ban az idei esztendőben szintén hasonlóképpen álljunk hozzá a városhoz, álljunk hozzá minden dolgunkhoz, és 2018 legyen a folytatás éve. Köszönöm szépen még egyszer is, kedves nézőknek pedig a figyelmet köszönjük, viszontlátásra! Köszönöm szépen! Műsorvezetőnket öltöztette a Still Fashion Kft.